A múzeumok éjszakája rendezvény kapcsán a török kor került előtérbe. A felnőtteknek szóló műtárgy-tantárgy keretében négy középkori metszetet nézhettek meg az érdeklődők, sőt, a törökkori átjáróban vezetéssel, de közel érezhették magukhoz a történelmet is. A Tatai vár jelenlegi állapotában a Dunántúlon legjobban megőrződött törökkori erődítmény. Ezt próbáljuk most hangsúlyozni, erre próbáljuk ráfordítani a figyelmét az érdeklődőknek, és ennek keretében megyünk olyan területekre is, ami a nagy közönség számára nincs a mindennapokban nyitva. A törökkori átjáró, tehát a kapu, a hozzákapcsolódó ágyúállás szakvezetése talán jobban érzékelteti azt, hogy a 15 éves háborúnál, a petárda berobbantásánál milyen viszonyok fogadták a támadókat, és milyen lehetőségeik voltak a védőknek, és így sokkal közelebb lehet szerintem megélni azt, hogy értékelni azt, hogy a keresztény seregek milyen komoly győzelmet tudtak aratni, és milyen bátrak voltak, sőt bizonyos szempontból vakmerőek. A műtár-tantárgy órán pedig ezt a gondolatot folytatjuk. Maga az esemény, a petárdának a sikeres bevetése arra ébresztette fel Európát, hogy egy új haditechnikai eszközt mutattak be. A török korhoz kapcsolódó legszebb, legértékesebb tárcsoport gyűjteményünkben a vármetszeteknek a gyűjteménye. Ezek ugye a 16. századból valók, javarészük a 16. századból való, és hát nem igazán tudjuk megmutatni, hiszen ezek azok, amiket csak időszakosan lehet kiállítani, amikre nagyon vigyázunk, amiket nagyon féltünk. Most, hogy a törökök így elfoglalták a várat, persze kénytelenek vagyunk mi ezeket a vármetszeteket megmutatni, amik igazából nagyon kiváló tudósítások is ebből a korból. A metszetek keletkezése az 1597-es híres petárdás ostromhoz kötődik, ami híressé tette Tatát egész Európa szerte, és pontosan ennek az egy eseménynek köszönhető, hogy Tata ettől kezdve azokban a könyvekben, könyvsorozatokban, amikben Európa híres várait, híres városait mutatják be, bizony Tata ezekben a könyvekben ettől kezdve rendre megjelenik. A metszetek bemutatása, keletkezése, történelmi eseményei adták ennek a programnak a lényegét. Ezen keresztül a látogatók bepillanthattak a múzeum munkájába, sőt, feladatlapot is kaphattak a metszetekhez kapcsolódóan, amelyen tesztelhették a tudásukat is.